Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslás, mint például ezt a havi jóslást. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy miről számolnak be a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi jelentheti a lelki társadat, vagy utal a férfiakra. A fejetek fölött lévő kártyák jelentik a gondolatokat. Mivel ez a férfi az első sorban van, és nincs kártya a feje fölött, jelenti az ő zárkózottságát. Nem engedi azt meg, hogy mások bele pillantsanak az ő gondolatába, nem beszél a terveiről. A hölgyeknél itt ez a kártya jelenti a gondolatokat. Ez a kép szimbolizálja a parkot, ami jelenti a nyilvánosságot. Megvan ez a vágy, hogy megjelenj a nyilvánosságon, de itt látható a felhő, és az azt jelenti, hogy valami átláthatatlan. Néha úgy érzed és úgy gondolod, hogy mások nem vesznek észre téged, vagy nem kapod meg az elismerést. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét február hónapban itt látható a gyermek. Jelentheti a gyermekeket. Itt a horgony, a biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni. Viszont a horgony jelenti néha a munkát vagy a hivatást, akkor a gyermek azt jelenti itt a munka mellett, hogy gyermekekkel dolgozol, vagy jelenthet egy új kezdetet, munkahelyi változásokat, vagy jelentheti az ártatlanságodat, a fiatalos kisugárzásodat. Ami a munkahelyet illeti, itt megjelenik a felhő, tehát itt valami még átláthatatlan. Lehet, hogy tervezel munkahelyi változást, de nem tudod, hogy milyen irányba, hogy mi vár rád. Ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Az nem azt jelenti, hogy fél évig kell várni arra, amíg lesz egy ajánlat, hanem ez azt jelenti, hogy fél éven belül lesznek itt kapcsolatok, szerződések, erre utal itt a gyűrű. Mindez szerencsét hoz, hiszen ez a kép jelenti a csillagokat, az lehet egy spirituális terület is, de szerencsét is hoz, ami itt is látható a 4 levelű lóherénél. Ez a kártya jelenti az időt, ugyanúgy, mint a felhő, itt április hónapról van szó, akkor az lehet itt egy új kezdet, hiszen ez a kislány ezt is jelentheti. Itt megjelenik a remény, amit ez a kártya még jelent, utazások, külföldi kapcsolatok. Vele kapcsolatban, tehát a párkapcsolatról van szó, az lehet egy közös életút, egy utazás tervezése, vagy lehet egy belső út, egy lelki kapcsolat is. Második hét, február hónapban itt látható. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok. A halak jelentik az anyagiakat, a pénz útban van hozzád. Ez a kártya jelenthet valamit, ami mozog, mint például autó. És az autó mellett akkor ott van a pénz kártyája. Az lehet, hogy pénzt kell kiadni,
egy autóra, vagy hogy eladod az autót, és pénzt kapsz érte. Persze a kártyáknak más jelentése is van. Ez lehet egy férfi, aki közeledik hozzád, itt lehet, hogy anyagiakról van szó, vagy a halak jelentik a belső értékeket is, hogy jön, mert te értékes vagy számára. És itt van a nyilvánosság, akkor is, ha úgy gondolod, hogy ott a felhő megjelenik, és mások nem vesznek észre téged, de lehet, hogy mások ezt másképp látják, hiszen itt van a nap, és a nap megvilágít valamit, vagy téged láthatóvá tesz, tehát megkapod azért az elismerést, mások észrevesznek téged a nyilvánosságon. Itt lesz egy kellemes meglepetés, ez a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet is, vagy egy szép környezetet, vagy egy kreatív tevékenységet, amit esetleg itt ki akarsz építeni, megnagyobbítani. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, itt lesz egy jó fordulat, tehát jól intézed a dolgokat, egy kellemes meglepetés. Ez a kártya szimbolizálja a fát, a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni. Ez őt érint, hiszen ő van egy vonalban ezzel a kártyával, sőt a szívvel is, ami a szerelemre utal. Ez a kép jelentheti az egészségügyi témákat, és akkor ez a torony lehet egy kórház is. Lehet, hogy ott dolgozik, vagy valaki beteg, kórházba került, lesz gyógyulás, hiszen a lilium virág tisztázza a dolgokat, javul a helyzet, tehát megvan a gyógyító erő, ha erről van szó. Harmadik hét, február hónapban, itt látható, te állsz a középpontban. Vannak félelmeid, hiszen előtted megjelennek az egerek. És az egerek el tudnak valamit távolítani, és akkor az már nincs ott. Mivel itt anyagiakról is szó lehet, lehet, hogy félsz attól, hogy elveszíted a munkádat, vagy lesz kiadás, elveszíted a pénzt. Ez lehet egy örökösödési ügy is, hiszen itt van a koporsó. De az egerek segíteni is tudnak, hiszen az egerek egy vonalban vannak a ravaszrókával, eltávolítanak negatív gondolatokat, vagy érzelmeket, vagy hamis személyeket, sőt, itt van a kulcs előtted, te lezárod ezeket a kapcsolatokat. És utána kinyílik majd egy ajtó, új lehetőségek, új kezdet, mozgás. A koporsó lehet ugyan egy örökösödési ügy is, de néha azt jelenti, hogy olyan nyugodt minden, hogy nem történik semmi, akármit kezdeményezel, nem mennek előre a dolgok. És az egerek el tudják távolítani ezt az időszakot, ezt a csendes időszakot. Itt látható ez a medve, az kapcsolatban áll veled, és jelenti az élet erődet, vagy a belső erőt, hogy legyen meg a hited, legyen meg a bizalom, itt nem lesz veszteség, légy magabiztos, vedd észre magad előtt ezt a kulcsot. Ami az otthonodat vagy a családot illeti, itt lesznek változások, a gólya az jelent változásokat, esetleg egy költözködést, és itt megjelenik a kereszt, jelenti a döntéseket, amikor elérkezel az élet utadon, ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt vannak a változások, a beszélgetések, különösen ami a szeretetet, vagy a szerelmet, a párkapcsolatot illeti. Utolsó hét, február hónapban, itt látható. Lehet, hogy volt egy rossz irány, vagy rossz indulatú személyek vannak a környezetedben, vagy valaki be akar csapni, különösen
ha örökösödési ügyről van szó. De az egerek segítenek, elmúlik ez az időszak, légy magabiztos és erős. Mindez így a téli hónapokban fog történni. Tavasszal majd javul a helyzet. Ő is nyitottabb lesz, a könyv jelentheti azt is, hogy tanulsz valamit, lesz egy továbbképzés, itt látható egy jó hír, mellette a kutya utalhat házi állatokra is, vagy barátságokra, hogy ez a jó hír útban van hozzád. Az utak jelentik a döntéseket is, hiszen töprengsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ezek a tervek így február végén, mire megvalósítod, eltarthat március, esetleg április hónapig. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!